Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvérek! Az Anyaszent Egyház és így a Magyar Egyház is ma a legfontosabb feladatának azt látja, hogy a következő nemzedékekre gondolva elsősorban az egyház legkisebb sejtjeinek, a családoknak az életképességéért imádkozzon, azt ajánlja nem csak Isten szeretetébe, hanem megjavító figyelmébe is. Ma, amikor a körülöttünk lévő világ gyűlölettel, haraggal, vetélkedéssel próbál egymás fölé kerülni, az Anyaszent Egyház minden házasságkötésnél azért imádkozik, hogy a két fiatal, aki szeretetét, szerelmét erősnek érzi egymás iránt, elfelejtsen minden versengést, hatalomvágyat, és szeretetből szolgálni tudja. Először is kettejük boldogságát, másodszor az Isten szándéka szerint rájuk bízott életeknek földi és örök boldogulását. Ma tehát, amikor együttes imádkozásra hívunk benneteket a fiatalokért, ezeket az ajándékokat kérjük a házasság szentségének ünnepélyes felvételekor a most oltár elő lépő fiatalok számára. Imádkozzunk tehát értük a feltartás befejező könyörgésében. Az Úr a mi segítségünk, aki a legyen és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elég. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Könyörögjünk, tekints, Urunk, könyörgésünkre, és árazd jóságosan kegyelmedet testvéreinkre, akik ma házasságot akarnak kötni szent oltárodnál. Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Isten lakik szívünkben. Szeretteim, ne csak szóval hangoztassuk szeretetünket egymás iránt, hanem váltsuk is valóra cselekedetekben. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg szívünket Isten előtt. Ha szívünk vádol is minket valamivel, Isten nagyobb a szívünknél, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, akkor teljes bizalommal lehetünk Istenhez. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hiszen megtartjuk parancsait, és úgy cselekszünk, ahogyan kedves előtte. Az ő parancsa az, hogy higgyünk fiában Jézus Krisztusban, és hogy szeressük egymást az ő parancsa szerint. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten él ő benne. Annak, hogy ő bennünk marad, a Szentlélek a bizonysága, akit ő adott nekünk. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus így tanított a hegyi beszédben. Nem mindenki jut be a mennyek országába, aki mondogatja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat és tetteiben követi, hasonló a bölcs emberhez, aki szikla alapra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és nekirontott a háznak, az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki pedig hallgatja tanításomat, de tetteiben nem követi, hasonló az oktalan emberhez, aki homokra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és megrohanta a házat,
az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A nép sokaság elragadtatva hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! A szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének szín előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre, egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örökhűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot kess. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket? Ígérem. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza majd házasságotokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Délben. Megfontoltad Istened szándékodat, és szabad elhatározásba jöttél-e ide, hogy házasságot kess? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjére tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket egymástól? Igen. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza majd házasságotokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Kedves egyes pár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm a stólával annak jeléül, hogy házasságotok Isten előtt felbonthatatlan lesz. László, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt, akarod-e jelenlévő Diannát feleségül? Akarom. Mondd át utána, Diana. Diana. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül vette. Feleségül vette. Köszönöm, hogy teljesen előtt, amit meg kell tenni. Diana, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt. Akarsz a jelenlévő Lászlóhoz feleségül menni? Akarok. Mondta át utána. László. László. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül megyek hozzá. Feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik jelen vagytok, legyetek tanúi a Szent Életszövetség megkötésének, ami Krisztus Urunk szerint felbonthatatlan, amit Isten egybe kötött, ember szét ne választ. Most pedig ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amint az imént egymásnak ígértetek. Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy a jelenlévő Dianát szeretem. Hogy a jelenlévő Dianát szeretem. Szeretetből veszem feleségül. Szeretetből veszem feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És hogy őt el nem hagyom. És hogy őt el nem hagyom. Holtomiglan, holtáiglan. Holtomiglan, holtáiglan. Semmiféle bajában. Semmiféle bajában. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Csókod meg most nekem ezt. Engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy a jelenlévő Lászlót szeretem. Hogy a jelenlévő Lászlót szeretem. Szeretetből megyek hozzá feleségül. Szeretetből megyek hozzá feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És hogy őt el nem hagyom. És hogy őt el nem hagyom. Holtomiglan, holtáiglan.
Holtomiglan, holtáiglan. Semmiféle bajában. Semmiféle bajában. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Áld meg Istenünk ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre, Krisztus a mi Urunk által. László, csókold meg a hűséggyűrűjét, húzd fel feleséged ujjára és mondd utánam. Dianna. Jánom. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya. Az Atya. A Fiú. A Fiú. És a Szentlélek nevében. És a Szentlélek nevében. Dianna, csókod meg a hűséggyűrűjét, húzd fel férjed ujjára és mondd utánam. László. László. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya. Az Atya, a Fiú, a Fiú és a Szentlélek nevében. És a Szentlélek. Testvéreim, kérjük a mindenható Istent, hogy szentelje meg, és halmozza el áldásával az új házastársakat. A Szentlélek, a mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet. Hallgass meg, Uram! Kérünk téged, hallgass meg minket! Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egyisten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Világteremtője, szentséges atyánk, a saját kép másodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életkörül ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon rá és hitves társára, hogy boldog házas életük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk, és gyarapodjék egy házad. Szentük állasz, a gondokkal küzdenek, a hívek közösségében imádkozzanak hozzá, majd tegyenek tanúságot rólad, és szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt, a mennyei hozzába jussanak, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most testvéreim, álljunk fel mindannyian. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugyan a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nem nagyon tudom függetlenülni magam, hogy ugyanez napon délelőtt történt az egész Amerikában lezajlott eseményekkel, és lehet, hogy megharagszik érte, de megható volt látni azt most a házasságkötés szertartásában, hogy tulajdonképpen három fiatal hangja remegett most itt az oltár előtt. Az egyik természetesen az ifjabb pár, akik elég éretnek érezték a mai napra egymás iránt érzett szerelmüket ahhoz, hogy nyilvánosan ünnepélyesen is kijelentsék valamennyiünk előtt, és az egyház hivatalos forrója előtt is, hogy most már véglegesen egy életre egymáshoz akarnak tartozni. A másik a fiatalon szemben diákon is remegő hangja, aki először állhatott úgy egy ifjúpár elé, hogy az eskü szövegét kivéve tőlük tanulja legyen annak, hogy ők egy életre hűséget esküdtek egymásra. A két szertartás párhuzama, a délelőtti pap és diák szentelés, diákonos szentelés és a mostani házasságkötés szertartásának hangulata, egy közös gondolatot sugároz a lelki pásztorban.
A közös gondolat az, a délelőtti órában 13 fiatal örökre, egy életre odajándékozta magát az Istennek. Letéve a különböző fogadalmakat, úgy döntöttek ők 13-an ott a mai napra, komoly felkészülés után, hogy egy egész életen át Isten népét, az egyházat, a megszületendő gyermektől, a sírjában, öreg korában meghalt utolsó hívéjük szolgálatába használnak. Hogy ugyanazzal a kegyelemmel és lelkesedéssel, amelyikkel ma örökűséget ígértek Istennek és Isten népének, akarják mégis szolgálni az életet. Ők elég erősnek érezték az elhatározásukat arra, hogy az isteni kegyelemmel együttműködve megpróbálják egy önzésbe, gyűlöletbe, versengés ellenébe süllyedt világban megértetni, hogy van valami ebben a világban, ami a legfejlesztett piacgazdaságban is többet ér. Annak a Jézus Krisztusnak az üzenete és szeretete, amelyet ők akarnak elvinni a mai napon kezdve a rájuk bizottaknak, és amely többet ér minden gazdasági vállalkozás sikerénél. A házasságkötés szertartásában most a fiatalok egy kicsit ugyanezt ismételték meg. Ahogyan a ma szentelt diákonusok és áldozó papok az Istenhez kötődő szeretetüket érezték elég erősnek, mindennél fontosabbnak, ugye, ha a házasságra lépő testvéreik az egymás iránt érzett szeretetüket, szerelmüket érezték vezetésnek, de semmilyen vállalkozásnak, semmilyen egyéni életcélnak nem akarnak nekiválni egyedül, ezt az utat most együtt akarják elkezdeni, és azzal a szándékkal kezdik el, hogy végigjárni is együtt akarják, végig küzdeni is együtt akarják, végig szenvedni is együtt akarják, ha arra volna szükség. Egészen, amíg a halál el nem válik. Nem lehet a két fogadalom közé rangsort állítani. Az egyik is a szeretetnek mindenek fölöttiségét, és a másik is a szeretetnek a mindenek fölöttiségét célozza meg. És mind a kettő, a diakonátus, illetve a papszentelés szentségében vállalkozó fiatal, és a ma házasság kötésükre idejött fiatalok is. Abban a meggyőződésben kell, hogy útra kelljenek most már saját önálló életükre, és fogjanak bármibe, nem nélkülözhetik hozzá az Istennek a segítségét. A papok és a frissen szentelt diákonusok megfogva Krisztus kezét, elindulnak egy ismeretlen útra. Nem tudják, milyen munkatársaik lesznek. Nem tudják, milyen híveik lesznek. Nem tudják, hogy földi életükben milyen sikert várja őket munkájára. Házasságkötésükre készült, és most ezt megkötött testvéreik, egyet tudnak. Bármi vár rájuk gondban, örömben, nehézségben, sikerben, az együtt akarják végítségeket. És olyan a papszentelés szertartásában az ifjú leviták, itt a házasságkötés szertartásában ők, a jegyesek, Jézus Krisztust hívják meg, nem csak ennek a szertartásnak az ünnepélyes központjává, hanem egész életükre harmadiknak, utatásnak. Hiszen meggyőződésük kell, hogy legyen, hogy szerelmüket, szeretetüket, mint minden emberét Isten ülteti a szívükbe, és nem kevesebbre hívja őket, mint a papokat vagy a diákonusokat, arra hívja őket, hogy ebben a világban az Istentől jövő életnek és az Istentől jövő szeretetnek szolgálni. Amikor a keresztet a kezükbe adjuk a szertartás végén, amelyre vezették az eskéket, ugyanarra akarjuk figyelmeztetni őket, amire érsek úr figyelmeztette a lelki pásztorokat, újonnan szentelteket. Ennek a szeretetnek, az egymás szolgáló szeretetnek egyetlen mértéke van, annak a Jézus Krisztusnak a mértéke, aki a kereszt halálával bizonyította be, és senki nem tud nagyobb szeretet annál, mint aki életét mennek fel a barátaiért. A ma fölszentelt diákonusok és papok az egész magyar közháznak, a
Egri Egyház megyének ajánlották fel minden erejüket, gondolatukat, erőfeszítéseiket. A fiatalok ma nem külön-külön, hanem együtt ajánlották fel szeretetük erejét, szerelmük erejét, közös munkálkodásuk erejét az Istennek, hogy az ő segítségével munkálják, közös boldogságukat és magyarázat bizonyítottak. Amikor tehát a szertartás végén ünnepélyes áldásunkkal bocsájtjuk el őket, azt kívánjuk nekik, hogy ahogy ma együtt tudtak működni, ma frissen szentelt diákonussal, a szándék kimondásában, úgy tudjanak együtt munkálkodni, akár velük, akár másokkal, amikor már a következő nemzedéket kell majd szolgálni, a gyermeket rájuk bízott azt mondani. Adja Isten, hogy mind a két fogadalmat, a ma papán szentelt, a diákonussal szentelt fiatalok fogadalmat, és ma az életszolgálatát elvállaló, örömmel elvállaló fiatalok szolgálatát egyaránt kedves ajándékként, felajánlásként fogadja el az Isten. Imádkozzunk tehát, kedves testvéreink! Egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon. Amen! Legyetek majd áldottak gyermekeitekben, találjatok az életben őszinte jó barátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben. Amen. Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy mindazok az emberek, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak benneteket Isten örök hajlékában. Amen. És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békében. Istennek legyen. Thank you.
Thank you.
tényleg részleges a jönnek mindjárt. Nem ott a jönnyeseket. Megy is. Táncolj egyet! Táncolj egyet! Korogja! Thank you.
Hogy aki nem jön az esetőre, a külön palántán jön. Úgyhogy két palántával tartozunk. Akkor meg a visszám Oh,
Jaj, de lényeg vagyunk, 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 ja
Thank you.
A papának, hogy hát hol van fószteláda? Azt mondja, a Bikus bácsi. Bikus bácsi? Ha úgy hív, annyi az anyuka. És mit mondjam mások? Köszönöm, a nevét Fráncsolt.
lesz a kis kereset. Már, már, már szeretet, kárván szokja. Emberek, az ki volt itt? Ki volt itt, de ki járt itt, kinek a pipája maradt itt. De csóró, igen, gyerek, az járt itt. Annak a pipája maradt itt. De csóról a gyerek az járt, annak a pipája maradt. Ki volt itt, ki járt itt, kinek a pipája maradt. De csóról a gyerek az járt, annak a pipája maradt. De csóról a gyerek az járt, annak a pipája maradt. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Az én vagyok a legjobb táncos. Hújújújújújúj! Ha édes ugyár, ez az én cigánynek. Tékeredő, és üli a haján. Tibike, tényleg a haján! Tékeredő, és üli a haján. Mindenkinek kell elti, jaj magán. Thank you.
Ah!
Főszekarsin megmondja, hogy mi lesz belőle. Mi lesz? Mi lesz? Vadász.